Milyen színű francia buldogok léteznek? Ez itt a nagy kérdés, igaz? Hát annyiféle színt láttok az interneten, hogy az már elképesztő. Na, ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis tiszta vizet önteni itt a pohárba. Aki még nem ismer, sziasztok, én Szabó Ákos vagyok a Vitabull Kennelből, Soltvedt kerten van a kenelünk, és körülbelül 14 éve tenyésztek francia buldogokat. No! Hát nézzük ezeket a színeket. Szóval azt kell tudnotok, hogy a francia buldog fajtán belül itt ezek a most látható színek, ezek alapvetően két csoportba oszthatóak. Az egyik csoportban vannak azok a színek, amik már jó régóta léteznek a fajtába, ezeket úgy hívjuk a standard, azaz elfogadott színek a fajtán belül, ide tartozik a csíkos színű francia buldog, a foltos francia buldog, és a bézs színű francia buldog. Hogy pontosabb legyek, a foltoson belül itt a bézs foltosra és a fekete foltosra gondolok, ezek a standard színű kutyák, ővelük egészen biztosan elmehetsz kiállításra Magyarországon is, járhatsz versenyekre, vagy teljesen hivatalosan tenyészthetsz a magyarországi MEOE, Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesülete nevű szervezetnél. Aztán még itt van a krém színű francia buldog, amit bizonyos országokban megengednek a standardon belül, bizonyos országokban nem. Hát Isten igazából Magyarországon is nem vagyok ebben teljesen képben, de azt hiszem, hogy itt olyan megtűrt szín, tehát igazából még ugye elmehetsz vele kiállításra, de már a törzskönyvre azt hiszem nem írhatod rá, hogy krém színű a kutya, hanem azt kell írjad, hogy bézs, tehát itt Magyarországon a standardon belül azt hiszem ez ilyen megtűrt pozícióban van, de erről nem vagyok szilárdan meggyőződve, jó? Tehát, hogyha véletlen most hülyeséget mondok, akkor kommenteljétek oda, és akkor javítsatok ki. Ezt nem tudom. No! De! Mi a másik csoport? Tehát ezek voltak a standard elfogadott színek, és akkor vannak a nem standard színű francia buldogok, amik nincsenek elfogadva a tenyésztő szervezetnél, illetve a fajta gondozó szervezetnél, viszont az elmúlt 10 évben elképesztő népszerűségnek örvendenek, és bizonyára már, aki ismeri egy picit a fajtát, az már ti magatok is láttatok ilyet az interneten vagy élőben, például a kék, az a szürke színű francia buldog, vagy a csoki színű francia buldog, vagy a black and tan színű francia buldog. Na, ezekről majd mindjárt ide rakok be képet. Aztán van még ezeken kívül a lila színű francia buldog. Aztán van még itt ennek a ten, tehát ennek a tacsiszerű, vagy Rottweiler-szerű színezetű francia buldogoknak vannak még a különféle verziói, például van a lila ten színű francia buldog, a blue and tan színű francia buldog. És akkor mostanában még jöttek itt még különféle színek, például a krémnek különféle verziói, tehát például ez a kékes krém, amikor az orra, meg a szeme a kutyusnak olyan, mint a szürke francia buldognak, de ebben nem akarok belemenni, mert nem akarom itt szerintem ezt megpróbálom egyszerűen elmondani, jó, de nagyon sokféle verzió létezik, de nem akarok túl sok szakmaiságot belevinni. A lényeg az, hogy még van, ami ugyan mostanában ilyen nagyon népszerű, például a Merle francia buldog, és akkor ennek is a különböző verziói, mert ez lehet egy sima fekete merle, de lehet egy csoki merle, vagy lehet egy kék merle, attól függ, hogy ez a merle szín, ez milyen hátteret kap. Nézzünk itt egy példát erre. Jó, és akkor van még most egy új irányzat, ez az összeszűrő francia buldog, amit úgy hívunk, hogy fluffy francia buldog. Itt is mindenféle színben ez létezik. Hát, na erről majd elmondom a véleményemet egy picit később, meg van most már olyan is, hogy a szőr nélküli francia buldog.
Jó. Na, nézzük meg, hogy ezek a színek, ezek a különféle színek, ezek hogyan alakultak ki. Tehát ugye először elindultunk a standarddal, a csíkos, a foltos, és nem is volt más. Tehát ez úgy van, hogy amikor ezeket a fajtákat úgymond összerakták, tehát kitenyésztették a különféle fajtákból, akkor réges-régen, amikor elindították a fajtát, akkor benne volt még a fajtában a Black and Tan, azaz a fekete cserjegyekkel, tehát a Black and Tan színű francia bulldog, ez igenis benne volt a fajtában, ez a részét képezi a fajtának. Tehát a francia bulldog fajtának a gyökereiben ez a ezek a ten jegyekkel rendelkező kutyák, ezek igenis ott voltak. A neten, hogyha ti magatok rákerestek, akkor ebbe találtuk olyan festményt még, így a, hát nem tudom, nem emlékszem pontosan, 800-as évek vége, vagy 900-as évek eleje, találtuk olyan festményt, amin egy Black and Tan francia bulldog van. Aztán a szürke színű francia bulldog, azaz a kék, ő is ott volt a kezdetekkor, ugyanúgy, mint a csoki, csak ezeket, ezt a három színt, a csokit, a kéket és a Black and Tant, ezt kivették a fajta standardból. És hogy miért vették ki? Azért vették ki, mert azt tapasztalták, hogy ezeknek a kiskutyáknak, amikor megszületnek, akkor néha előjöhet szőr problémájuk, fiatalkori ilyen valami szőr problémák. És ezt régen ugye ezt nem tudták orvosolni, nem tudták kezelni ezt a dolgot, szóval úgy döntöttek, hogy egészen egyszerűen kiveszik a tenyésztésből. És akkor ez ott el is tűnt egy, hát nem tudom mennyire, egy 100 évre, 80 évre eltűnt a fajtából, de ugye, na itt jön az érdekesség, ugyanis néha ezeknél a kiállítási tenyésztőknél is, akik csak kifejezetten csak ezeket a standard színű francia bulldogokat tenyésztik, náluk is egy-egy alomba elő-elő bukkant egy-egy ilyen szürke vagy kék színű francia bulldog, vagy csoki színű francia bulldog, és akkor jaj, nagy szégyenkezve rejtegették, mert hogy az jaj, az biztos nem fajta tiszta, és hát ez nagy szégyen volt, hát hogyan születhet ez meg a csodálatos kiállítási célokra szánt, csodálatos extra szuper almokba, hogyan, mekkora szégyen ez? Hát egyáltalán nem szégyen, ez benne van a francia bulldog genetikájában, a hátterében, tehát a gyökereknél ott vannak ezek, szóval ez benne van a fajtában. De mit csináltak ekkor a tenyésztők ezekkel a kutyákkal? Hú, furcsa szürke színűk, mit tudom én, 200-ból egy darab született, vagy furcsa csoki színű, 200-ból egy darab született, hát ez bizony az történt, hogy ezeket valahogy vagy elpusztították, elásták, vagy nem tudom, mit csináltak vele, vagy pedig szépen eldugdosták és odaadták valakinek ajándékba, és letagadták még a létezését is. Ja, hát ez történt. Még nem aztán körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt Amerikában valaki felfigyelt rá, hogy ugye azt a mindenit, hát ez valami elképesztően gyönyörű, szépek ezek a kutyák, hát micsoda világos szemük van, gyönyörűek, és valahogy ezt felkapták ezt a dolgot, mivel az ember az hajlamos rá, hogy mindig a ritkát keresi, amiből kevés van. Na hát ezekből aztán nagyon kevés volt, mert kigyomlálták a fajtából kegyetlenül ezeket a kis kutyákat, de hát aztán egy-egy ugye megmaradt, mert nem tudták teljesen kiirtani az állományból, és azok valami fantasztikusan gyönyörűen néznek ki. Világítós szemekkel, tehát ilyen egészen érdekes szemekkel, világos szemekkel, és hát nagyon-nagyon megtetszett néhány embernek, hát elkezdték ezeket keresni, ezeket a kutyákat. És itt aztán elkezdett elképesztően felmenni a népszerűségi indexük. Elkezdték, felkerült egy-egy ilyen kutya az internetre is, ugye? Tehát az interneten meglátták az emberek, hogy úristen, ilyen létezik, ilyen francia bulldog, de gyönyörű! Hát igen. És akkor így indult bennek az egész dolognak a népszerűsége. Aztán rá is jöttek az emberek, ugye, meg most már az orvostudomány is fejlődött, hogy hoppá, hát ezek nem is annyira betegesek, nem is olyan betegesek, sőt, például a csoki színű francia bulldognál, amit én is tenyésztek már 10 éve,
ott nem tapasztaltam semmiféle ilyen szőr problémát, vagy egyebet, tehát a csokinál ott kimerem jelenteni, hogy az, szerintem az pont ugyanolyan egészséges, mint bármelyik standard francia bulldog, csak egész egyszerűen gyönyörű, szép. A kék színű francia bulldogoknál ott én magam is azt mondom, és ez egy tény, tehát ezt némely tenyésztő tagadja, de azért nem kell ezt tagadni, tehát azok érzékenyebbek. Tehát egy kék színű francia bulldog kiskutyának simán előjöhet egy ilyen fiatalkori szőr problémája, hogy ilyen ritkább a szőre a testén, mit tudom én, 2-3 hetes korába, de aztán a jó tenyésztő, hogyha ez kezeli ezt a dolgot, akkor mire a gazdihoz kerül, az a kiskutya ilyen 10 hetesen körülbelül, addigra már ennek nyoma sincsen ennek a problémának, és utána soha többet nem jön elő az élete során, jó, tehát a leges legtöbb esetben. Szóval, igen, mert itt jön az a kérdés mindig, hogy ezek a kutyák akkor most azért lettek kizárva a standardból, mert ezek betegek? Mert ugye itt is két tábor van, a kiállítás tenyésztők azok szeretnék elhitetni a világgal azt, hogy hát ezek a kutyák ezek nagyon-nagyon betegesek, és micsoda dolog, és ilyen kutyákat tenyészteni, micsoda dolog, ugyanakkor az emberek meg látják, hogy gyönyörűek, és az emberek pedig pontosan ilyen kutyákat szeretnének, ilyen nem standard színű kutyákat. Hát, na, szóval így volt ez a kékkel meg a csokival, ezeket nagyon könnyű volt kitenyészteni, mert ezek a kiállítási tenyésztőknek is kijöttek a tenyészetükben. Tehát gyönyörű, szép minőségű, nagyon-nagyon extra szép kutyák születtek így, és imádták őket az emberek. No, de visszakanyarodva. Tehát leszámítva ezt a szőr problémát, én azt mondom, hogy ezeknél a kutyáknál nem mondhatjuk azt, hogy ezek betegebbek vagy gyöngébbek, mint a standard színű kutyák, ezt nem lehet kijelenteni. Sőt, tehát ez teljes mértékben én azt tapasztaltam, hogy teljesen egyet függő. Tehát van, amelyik kék kutya egészségesebb, mint a másik csíkos kutya, és ez fordítva is igaz. Úgyhogy ez nem. De ezt a szőr problémát ezt nem lehet elrejteni, ez kiskorban ez tényleg előjön, de ki van kezelve, akkor utána a kutya működik egy egész életen át. No, tehát így a kék meg a csokit azt lezártuk, és akkor a Black and Tan az már egy érdekesebb szín, mert a Black and Tan az nagyon ritkán jött ki. Tehát azt aztán tényleg igazán szégyelték a tenyésztők. Az valahogy az nagyon ki lett gyomlálva így az állományból, és nagyon-nagyon ritkán jött már elő. Én is, amikor hallottam róla, megmondom őszintén, én is akartam elhinni, hogy azok fajtiszták. Egészen addig, amíg az interneten nem láttam én is tényleg ezt a képet, amit azt hiszem egy festmény volt 800-as évek vége, 900-as évek eleje, ami volt egy ilyen francia bulldog, és baszki, hát láttam, hogy tényleg ez benne van. No, tehát ezek... Mit tudom én, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen Black and Tan színű francia bulldog, ez körülbelül így az egész világon, tudom, hogy 2000 kutyából mondjuk egy darab született. Véletlen, teljesen véletlen, de lehet, hogy 3000 francia bulldogból egy darab volt ilyen színű. Hát meg voltak őrülve érte az emberek világszerte. Rengetegen akartak ilyet, persze, ennek az ára is aztán csillagászati volt. De nem ez a lényeg. Tehát ez a három szín, ez benne volt. Csoki, kék, Black and Tan. Innen indult el minden. Aztán, ahogy elkezdte, tehát ezek népszerűek lettek, a tenyésztők elkezdték tenyészteni ezeket. Nagyon-nagyon izgalmas időszak volt ez, körülbelül 10 éve kezdődött, gyönyörűek voltak a kutyák. Aztán a megjelent következő szín az úgynevezett lila színű francia bulldog volt. A lila színű francia bulldog az lényegében egy csoki és egy kék francia bulldog egyben. Tehát ő egy csoki és kék is. Na, most nem akarok teljesen belemenni a részletekbe, de ha ezt a három színt, a csokit, a kéket és a Black and Tan-t, ezt így elkezdjük így kevergetni, tehát a tenyésztésben, ezt tényleg nem akarok belemenni az ilyen finomságokba, meg nagyon szakmai lenni, de ezekből a színekből könnyűszerrel ki lehetett aztán tenyészteni, csak időkérdése volt, de könnyűszerrel ki lehetett tenyészteni a Blue and Tan-t, a blue, tehát ezt a kék francia bulldogot cserjegyekkel, aztán a csoki tent, tehát a csokoládé színű francia bulldogot cserjegyekkel, és ezt a lila ten
színű francia buldogot, tehát ez a lilás francia buldog cserjegyekkel, tehát ezekkel megvoltunk. No, de hogyan ment a dolog innen tovább? Van itt még egy pár variáció, de nem akarok belemenni ezekbe az apró finomságokba, csak ezeket a fő alapszíneket akarom elmondani az egész fajtában, meg a nem standard színű francia buldogokon belül is. Tehát, és akkor egyszer csak itt megjelent ugye ez a Merle francia buldog, amit biztos már ti is sokszor láttatok. Tehát a Merle francia buldog, és akkor ez is sokféle változatban létezik. Van itt lila Merle, kék Merle cserjegyekkel, lila Merle cserjegyekkel, meg mindenféle, sőt most már van hosszú szőrű francia buldog is, amit Fluffy-nak nevezünk, erről valaki kérdezett is kommentben, majd mindjárt kifejtem, meg van a szőr nélküli francia buldog. No, azt kell tudni, megmondom nektek az igazat, mert én azt gondolom, hogy ha mindenki tudja az igazat, akkor rendben vagyunk. Akkor mindenki meg tudja hozni a döntését, hogy akar-e olyan francia buldogot, vagy nem, vagy hogy ez jó-e, vagy nem. No, a Merle szín, az nincsen benne a francia buldognál, a gyökereknél. Tehát magyarul, amikor azt kérdezitek tőlem, hogy Merle az igazi francia buldog, vagy hamisítvány, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az bizony hamisítvány. Az hamisítvány. Tehát az konkrétan én ismerek egy német embert, voltam is nála a tenyészetében, és ő az, aki elindította ezt a Merle szint Németországban. Legjobb tudomásom szerint a Chihuahuából indította el a dolgot még évekkel ezelőtt, és abból rakosgatták, összetenyezgették ki ezt a Merle francia buldogot. Én egy jó ideig úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok tenyészteni Merlét, mert nekem nagyon nem tetszett. Míg aztán voltunk egy tenyésztő barátunknál, ahol a barátnőm látott egy kiskölyköt, és teljesen szerelmes lett, és akkori barátnőm, most már feleségem, és akkor mi is, most már nekünk is van egy Merle francia buldog kanunk, aki hát már egész jól néz ki, mert ugye ezek régen, mikor elkezdték tenyezgetni, hát ezek egy pár generáción keresztül ugye Chihuahuából indultak, hát ezek elég csúnyácskák voltak, de most már vannak gyönyörű szépek. És tehát a Merle francia buldog az igazából nem teljesen francia buldog, most már az, mert most már úgy néz ki, meg tényleg nagyon szépek vannak, de ez nem volt benne így a gyökereknél. Aztán ugyanez a helyzet ezzel a úgynevezett Fluffy-val, ezzel a hosszú szőrűvel is, tehát ezeket nem kell azt gondolni, hogy ez egyszer csak, tehát 100 évig nem volt ilyen, meg a gyökerekben sincs ilyen, aztán most meg kipattant. Hát én ezt, vagy a Fluffy-t nem ismerem annyira, ezt a hosszú szőrűt, de majdnem biztos vagyok benne, hogy ez is valami kutyulvány. Tehát ezt úgy rakták össze, és ez valamilyen szinten keverék. Ugyanez a helyzet a szőr nélkülivel, a szőr nélküli francia buldoggal. Tehát azok még nem is szépek most még. Majd lesznek azokból szépek egy kicsit később, ahogy halad előre a tenyésztés. No, de hogy baj ez? Ez a kérdés, hogy baj ez, hogy megcsinálták ezeket az új színeket? Hát én őszinte leszek, nekem a hosszú szőrű francia buldoggal fenntartásaim vannak, mert egy rövidorú, rosszul lélegző fajtára rárakni még szőrt, hát nem tudom, ez nekem nem oké. Egyelőre nem tudok mit kezdeni ezzel a szőr nélküli francia buldoggal se, az még most csúnya is, nem láttam még szépet, de a Merlében már vannak nagyon szépek. Na most én azt gondolom, hogy akkor, ha megmondjuk őszintén, hogy mi a helyzet, hogy ezek nem teljesen francia buldogok, és ha tenyésztők nem verik át a vevőiket, és a vevők ilyen kutyát szeretnének, és így szeretnék, akkor ez teljesen rendben van. Abban az esetben, ha a tenyésztők itt ezzel kapcsolatban hazudnak, vagy ők maguk is azt nyomják, hogy ja, ez igazi francia buldog, és ez, jaj, hát ez mindig is ott volt, az nem, az nincsen rendben. Jó, tehát egész egyszerűen meg kell mondani, ez igazat. No, de hogy betege a Merle francia buldog? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugyanis az van, hogyha Merle színnél az köztudott, hogyha 2 darab Merle kutyát összepárosítasz, tehát 2 Merle szülőtől van egy kiskutya, az beteg lesz. Az egészen biztos. Viszont, hogyha csak az egyik szülő Merle, a másik szülő nem Merle, és
úgy születik egy merle kiskutya, akkor az simán lehet egészséges, sőt, és megmondom nektek őszintén, hogy én itt mondtam azt, hogy na jó, akkor most elkezdek én is merle francia buldogot is tenyészteni, mert azt láttam, amit láttam barátomnál kutyát, hogy gyakorlatilag egészségesebbnek tűnt, mint az úgymond standard francia buldogok. Tehát kapott levegőt, tudott futni, jó volt a légzése, tehát nézzétek, ezek a keresztezések, vagy ezek a kutyulások, ezek akár jót is tehetnek a fajtának. Tehát nem kell azt gondolni, hogy tehát itt aztán már abszolút nem lehet azt mondani, hogy úristen, ezek betegek. Ez egészen egyszerűen nem igaz. Tehát ha megnézitek, a sok merle francia buldognak, ha megnézitek az interneten, akkor egész egyszerűen nagyobb orjuka van. Na most, hát ez azért, mert ugye egy kicsit még keresztezés volt itt, ha elismeri a tenyésztő, ha nem, tehát egy 4-5 generációval ezelőtt biztos, hogy volt keresztezés benne, és, de ez egész egyszerűen ettől, ez pozitív is lehet. Na most itt is van tök egészségtelen merle francia buldog, tehát hallottam olyanról, meg van makk egészséges, tehát mindig az adott egyedet kell nézni. És mindig, mikor kutyát akartok venni, akkor azt kell nézni, hogy a tenyésztőt nézd. Ugye az a tenyésztő az érte hozzá, becsületese, mert a becsületes tenyésztő egészséges kutyával tenyészt, a nem becsületes tenyésztő pedig nem egészséges kutyával is tenyészt, annak érdekében, hogy tök jó színű kutyája legyen, és azt esetleg tök jó áron el tudja adni, mert ugye ezek ritkábbak, drágábbak, különlegesebbek, tehát ténylegesen itt van egy ilyen, hogy hát hajlamos megbotlani az ember, aki nem veszi komolyan a tenyésztést, illetve hát a fajtát, aki nem hozzátenni akar, hanem csak kivenni belőle. Jó? Tehát ha olyan tenyésztőt találtok, aki hozzá akar tenni a fajtához, és egy jó tenyésztő, akkor én most ezen a ponton azt gondolom, hogy simán tudtok venni olyan merle francia buldogot például, ami lehet, hogy egészségesebb, mint a standard francia buldog. Ez az igazság. És most lehet, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni, a kiállításokra tenyésztenek például, de tök jó, hogyha valaki kiállításra tenyészt, és ez egy nagyon jó dolog, és hogy ő azokat a színeket tenyészti, amik standardok. Ez teljesen rendben van. De az emberek egészen egyszerűen, tehát mindenfajta alakul, mindenfajta változik, és az emberek szeretik ezeket a merle színű francia buldogokat, meg ezeket a különleges francia buldogokat, akkor nem kell ennek ellenállni. Ja, tehát ez az igazság. Jobb. Én úgy látom, nézzétek meg a képeket ti magatok a neten, egész egyszerűen jobb a légy, hogy picit hosszabb az orruk néha a merléknek, egy hangyányit, egy picit tágabb az orrnyílásuk, marha jól kapnak levegőt, tudnak futni. Ja, van köztük ilyen is, meg olyan is. Ennyit akartam itt most hirtelen elmondani nektek a színekről. Ha gondoljátok, kérdezzetek. Ja igen, a Fluffy-ba nem annyira értek hozzá, tehát ez a hosszú szörű, nem tudom, azért ott még vannak kétségeim, tehát tényleg nem tudom, egy rövidorú, rosszul lélegző kutyára még szőrt tenni, hát az nyáron az marha nagy öröm lesz. Nem, szóval ezt még nem tudom elképzelni, hogy én ilyet tenyészek ilyen hosszú szőrűt, de meglátjuk, hát nem hiszem. De ja, a merlével már ki vagyok békülve. No, hirtelen ennyit akartam, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha van kérdésetek, akkor nyugodtan toljátok be a kommentekbe. Ja, annyit kérek mindenkitől, hogy én mindenki felé tisztelettel vagyok, akár másik tenyésztők felé is, akik másik. Másként gondolják ezeket a dolgokat, és kérem, hogy a tisztelet teljes hangnemet azt tartsuk meg. Tehát ez egy ilyen barátságos csatorna az enyém, én is egy barátságos fickó vagyok, ha másként gondolod, az teljesen rendben van. Nem, ne osszuk itt le egymást. Jó gyerekek, béke. És szeressük a francia buldogokat. Sziasztok!